nem állják meg a helyüket Brüsszel érvei a betelepítés mellett. Ezzel kezdte a sajtótájékoztatót Baracsi Endre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke elmondta, kevés bevándorló dolgozik, és a multikulturális társadalom kialakítása a nyugati országokban sem sikerült, ugyanis nem tudták integrálni a migránsokat. Az is probléma az Európába érkező menekültekkel, hogy szinte lehetetlen az ellenőrzésük, véli az alelnök. Több mint 300-an haltak meg Európában különböző terrorcselekmények miatt, és abszolút ellenőrizhetetlen az, hogy a határokon át kik érkeznek, hiszen ezek a menekültek az irataikat eldobálva abszolút nem együttműködően érkeznek be, és ennek az a következménye, hogy nem lehet azt kiszűrni, hogy kik a terroristák, és kik azok, akik valóban olyan szándékkal érkeznek, amely a menekült státuszra való jogot megadná nekik. Magyarország egy befogadó ország, Magyarország szeretné megoldani ezt a problémát, de valóban ott kell megoldani ezt a problémát, ahol ez keletkezik. A gazdaságra is negatív hatással van a migráció, ugyanis naponta 4300 forint, tehát havonta csak nem 130 ezer forint egy Magyarországra érkező menekült eltartása. Erről már Béres Levente beszélt. Ez az összeg nagyobb, mint a jelenlegi minimálbér. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az országos átlag alatt maradt eddig a részvétel a szavazásokon. Most azonban fontos, hogy ne legyen 50% alatt az aktivitás, tette hozzá a képviselő. Ebben az esetben lesznek olyan települések és megyék közötti különbségek részvételi arányokban, ahol magasabb a részvételi arány, tehát vélhetően nagyobb elutasításra kerül a betelepítési kvóta, és lesznek olyan megyék és olyan települések, ahol kisebb. Most abban az esetben, hogyha megkezdődik, ne adj Isten, egy visszatelepítés, egy menekült szétosztás Magyarországon, értelemszerűen valószínűleg azokra a területekre, megyékre, településekre szánnak több menekültet, ahol kisebb volt az ellenállás. A politikusok arra buzdítanak mindenkit, hogy menjenek el a referendumra és szavazzanak nemmel.